Sziasztok! Én Szandi vagyok, ez pedig itt következő kis projektünk, és szó szerint projekt, mert a karácsonyi hangulathoz híven karácsonyi képeslapokat fogunk csinálni, szóval váltsatok velem egy kis kreatívkodásra! Na, tehát, amint látjátok, már előre készültem mindenféle kis kellékkel. Ez egy Pepkós csillám válogatás. Ez, meg ez, olyan, mint egy cellux igazából, de mégis ilyen díszes változatban, tehát ráragasztod, és így dísz. Általában képeslapokhoz, vagy hát képeslapokhoz. Egyébként talán még meghívókra is lehet használni. Ezek is kékesek, ezek pedig ilyen kövek. Aztán kell hozzá egy olló, ilyen szalag darabok, ez két oldalú ragasztó. Két oldalú ragasztó az ugye olyan, hogy ahol leszeded, ott is ragad, és ha ezt a kis plusz réteget, amit most nem mutatok meg annyira, mert hát akkor nem fog ragadni, leszelitek, akkor a másik oldala is ragad, hát két oldal ragasztó. Pepkóban szereztem még egy ilyen kis díszválogatás, van benne ilyen szarvas, fenyőfa, Mikulás, hópihe és angyalka. 230 lett volna, azt hiszem, és 161 forintért szereztem őket. Itt is fenyő, meg mit tudom én. Szóval, hát, ezek a kis kövek 230 forintok voltak. Ez 290 volt, ez pedig talán 300-600 forint. És ő is Pepkós, hogy megérjen kis karácsonyi hangulatunk. Még 600 forintért szereztem be. De most nem haul tartunk, szóval kezdjük neki. A felső választásom sem véletlen. Bíz magadban. Tehát legyen önbizalmunk és legyünk szipi-szupik. Csacsajok, ha fiú, bárkinek, az önbizalom nagyon-nagyon fontos. Erről majd szeretnék ilyen beszélgetős videót csinálni, de ez most nem ide tartozik. Hoztam még ezeken kívül ilyen színes kartonokat, amiknek az lesz a feladata, hogy ebből fog elkészülni ugye a kis kreatív képeslapunk. Na most legyen szerintem egy sötét zöld és pár sötét zöld. Képeslap igazából nagyon sok mindenre használható. Egyrészt arra, hogyha még nincs saját kereseted igazából, és nem szeretnél, vagy nem tudsz másra nagyon sokat költeni, akár egy verset ráírsz egy ilyen képeslapra, és már is szuper, és boldogság van, és szeretet, és minden. Hát az szerintem egy tök jó ajándék, hogyha tényleg valakinek írsz egy verset, vagy mik vannak még haiku, igazából bármit. De ha ráírod, hogy boldog karácsonyt, és szeretlek, szerintem az is tök jó. Például anyukának, nagymamának hasonló. Na most, mivel ez egy hatalmas lap lenne, szerintem ezt ketté fogjuk vágni, sőt, igen, ketté fogjuk vágni, és akkor ebből lesz két képeslap. És amit még akartam mondani, hogy nem csak arra jó az a képeslapozni, hogyha nem akarsz ajándékozni, vagy nem tudsz, hanem késői elfelejtett ajándékok, esetleg rendeltél is nem érkezett meg, és akkor beírod a lapba, hogy érkezik az ajándék, csak nem most, és akkor ez még vicces is. Vagy, ami még szerintem tök jó, hogy ajándék kiegészítésére használva, tehát kap ajándékot, meg egy cuki lapot. És egyébként, nem Pinteresten, TikTokon láttam egy csomó ilyen videót, meg ilyen 5 minute craft, meg igazából mindenfélén, és párat le is mentettem. Ezekből fogjuk most csinálni a kis
képes lapokat. Legelső, amit láttam, és egyébként azt fogjuk sokszorosítani, az egy ilyen kis cukilap, és csinált rá két oldalú ragasztóval olyat. Sajszi, hogy... Na, tehát egy A4-es kartont ketté vágtunk, és lett belőle két lap. Az egyik lapunkat úgy, hogy jobbról nyíljon, lerakjuk magunk elé, és ragasztunk rá két oldalú ragasztóval, egyébként szerintem hobbibolt vagy papírboltba valószínűleg lehet kapni, körülbelül akkorát, hogy végigérjen az egészen. Nem értem a képből, sorry. Szóval mindjárt meg is mutatom közelről. Ó, ez még hosszú is lett. Na, tehát rakasztottunk rá ide egy ilyen kis csíkot. Mindjárt le is szedem. Hosszú körműek előnyben. Tadá! Na, vissza kuporgok itt vágtak. Lássatok rendesen. A másik oldalra is, csak felülre, ugyanúgy teszünk egy ilyen cuki kis két oldalú ragasztós részt, mindjárt mutatom. Így is. Ott csillog rajta, amiről már leszettük a részét. Ez is picit hosszú lett, imádom. Na, erről is leszedjük. És ott csillog rajta, látjátok? Na, szuper! És erre most rá fogunk szórni egy csomó csillagot. Hát gondoltam? Le van ragasztva egyébként celluxa a tetején, és én ragasztottam le, hogy ne szomlódjon ki folyamatosan minden. Legyünk ilyen basic-ek fehérrel? Legyünk basic-ek. Na. Gyerekek, ez tök szuper! Csillog még minden! Na, ez egy nagyon jó ötlet. Na, és ugye már így nem is ragad, és tegyünk a közepére. A szalagokat szerintem felejtsük el, és... Na most ezzel egy baj van, hogy ezek rá vannak ragadva, nagyon-nagyon durván. És ezeket, ha kibontom, utána nem tudom visszazárni, na mindegy. Ugyancsak levágunk egy kicsi kockát, ami ugye a közepén lesz. Jaj. Ó, itt is van. Ekkora mázlit az első kis húzalunkból pont egy kocka maradt fent, ami most kell nekünk. Ide a közepére felragasztottam, és most ugye óvatosan megpróbálom leszedni. A közepére ezt a cuki hópihét fogjuk rakni. Szerintem tök menő. Így. Na most szerintem ezt én sokszorosítom, aztán jelentkezem.
Szóval, most itt jelenleg még az Atya Úristen is csillámporos, zöld, kék is fehér, amit itt használtunk. Megmutatnám, milyen kis csodák készültek. Ők az elsők. Tehát ma őket készítettük el, és én nagyon büszke vagyok is cuki képes lapokra. Valószínűleg a családtagjaim fognak kapni ilyet a becsomagolt ajándékaik mellé, amit nem sokára be is fogok csomagolni. És nektek nagyon-nagyon boldog karácsonyt és ünnepi készülődést kívánok. Remélem, hogy hasznos volt, és még így last minute tippekként tudtam egy kis segítséggel szolgálni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és azt hiszem, hogy most összetakarítom a csillámokat. Ha tetszett, iratkozz fel, hiszen az a jó, ha minél többen vagyunk és egy szuper csapatot alkotunk. Hogyha van kedved, akkor kövess be Instagramon. Nézd meg az előző videóimat, és tarts velem a következőben is. Sziasztok!